Köszöntelek benneteket, ez itt újra a Szignál Szimulátor, és gyülekeznek az óbeliszkek. A legutóbbi alkalommal beigazolódott a feltételezésem, és valóban van több is. De nem egy, hanem ki tudja hány. Érzésem szerint vagy 6, vagy 8 lesz, csak azért, mert akkor úgy egy ilyen szabályos lett kört adnak ki. De egyelőre most a feladat az, hogy elkezdjünk túrni. Mégpedig szisztematikusan túrni. Hogy felfedjük az összeset. Úgyhogy közben még jött egy update, és az update-ben, ha jól láttam, van egy olyan frissítés, hogy a rovert lehet gyorsítani. Úgyhogy mi ezt fogjuk most megtenni, megnézni. Úgyhogy már is megyek szépen a kis kompjúteremhez. Pénzünk az van, valamennyi. Elvileg elkezdtem volna gyűjteni valami nagyobb volumenű dologra, például, hogy egy új szatellit típust vásároljak, de úgy tűnik, hogy ez sose fog összejönni. Jó, a magzathangot azt kikapcsolom. És nézzük csak, adatbázis, upgrades ez az. És itt van, rover speed. És lehet még az analizálásnak a sebességét és a polarizációnak a sebességét is növelni most már. Tehát így mindent, ami úgy lassú a játékban, és így szép sorban. Jó, ezt akkor így elkezdjük fejleszteni, amíg a csövön kifér, és 120-ért, igen. Na, és 165 lenne a következő, de erre most nem telik. Most nézzük ezt a rovert. Na, nekünk akkor most a feladat, a harci feladat, várjunk csak, nem. Nézzük csak, hogy így most egyenesbe akarom hozni a dolgokat. Hol vagy már te, rover? Aha, jó. Jó, ez most így nagyjából egyenesben van. Szóval, most forduljunk egy kicsit balra. Mondom, balra. Elméletileg most már valamennyivel gyorsabbnak kell lennie. Ugye két dolgot tehetek. Vagy visszavezényelem a másikhoz, és megnézzük, hogy mekkora utat tett meg. És akkor lemérjük a távolságot, és akkor úgy matekozhatunk. Vagy elkezdek úgy nagyjából találomra körbe menni. Ami ugye hát nem feltétlenül a legbiztosabb, de lehet, hogy gyorsabb. Tehát ez egy ilyen próba szerencse dolog. Hát nézzük. Menjünk még egy kicsit balra, aztán próbáljunk szerencsét. Hát nem tudom, valahol arra. Hopp. Vagy lehet, hogy még. Még egy picikét. Még kanyarodjál. Állj. Na és akkor most itt nem, ez lehet, hogy már túl lőtt egy picit a célon. Így, közben elektromos vihar van készülőben. Jó, és akkor most kezdjünk el egyenesen menni mondjuk 300 métert. Meglátjuk. Hajrá! Hú, megindult! Meglódult konkrétan. Várjunk csak. Lehet, hogy még egy picit jobb balra kéne menni. Igen. Gyerünk. De hova mész? Jó, és akkor most hármat előre. Na, ez elindult. Mi meg akkor keresünk addig jeleket. Ki tudja, mit találunk megint. Ó, ilyen közel. Alapvetően most a rovernek a sebességét akarom felturbózni. Igen, ennek a polarizációnak a sebessége is lehetne kicsit gyorsabb. Mert ezzel is csomó időt veszítünk. Nem kell annyira gyors, de ha már egy ilyen 20-25%-kal felgyorsítanám, azt szerintem bőven elegendő lenne. Ugye
ha kimaxolunk egy fejlesztést, akkor maximum kétszeres gyorsaságot tudunk elérni. Mindenből. És ebből kell gazdálkodni. Na, nézzük csak. Oké. Nem vagyok éppenséggel a legeffektívebb. Jó, majd ha elkezdünk ráfordulni a dolgokra, akkor majd szépen... Jó. 342. Jó, és 31. Ó, ez majdnem jó. Na hajrá. Jó, amíg ez ráfordul, addig én kimegyek letakarítani a napelemeket, mert kezdenek elég sittes állapotba kerülni. Jövök már, napelem. Úgy de fúj a szél. Ja, tudom már, mit akartam. Hát oda pozícionálni ezt a vackot, ahova gondolom, hogy mennie kéne a rovernek. Ez úgy mindenképp jó. Előtte egy napelem törlés. És akkor majd vissza futkorászni. Jó, ez meg vagyon. Lükverc. Valami ott már megint száll a levegőben. Már megint. Na nézzük. Szóval nagyjából kettő közé. Jó, már a magasítás van. Pap. Ja, nagyjából itt ez a rész jó lesz. Jó, akkor futi vissza, mielőtt még pozícióba állnak ugye az antennák. Meg kéne nézni, hogy mi az ott. Mi lebeg? Mi lebeghet már megint? Jó, valószínűleg már megint a fejlesztőknek az a troll face. Már nem biztos, hogy rálátnék egyébként a távcsővel. De lehet, hogy itt vannak az UFO-k begyűjteni a tojásokat a hangárból. Jó, még hallom, hogy mozognak a napelemek, vagy a napelemek. Az antennák. Gyerünk, futi, futi, futi. Szedd a lábad. Jó, messze eljöttünk, azért nem mondom. De milyen érdekes, hogy itt, ahol semmi nincsen, azon a részen a föld alatt valami már van. Ki tudja mióta. Jó, és most emelkednek az antennák. Helyes, helyes, helyes. Jó, pozícióba álltak, én meg nem vagyok ott. Kéne egy ilyen karóra, amivel akár ingyen is tudnám kezelni az antennákat. Tök menő lenne. De hát ugye, nekünk ez a technológia nem adatott meg. Na mindjárt bemegyek itt az obszervatóriumba. De tetején az ott egy radar, vagy mi akar az lenni, mert... Szerintem, a radar szerintem, de amúgy tök izgalmas, oda is föl lehetne menni. Na, állítsuk be a letöltést gyorsan. Hello! Na nézzük. Az azimut az majdnem tökéletes. Akkor már csak a magasságot kell állítani. Ó, gyönyörű. Na mi ez? Egy bolygó, egy szuper Jupiter. És mi a hang? Letöltési sebesség? Jó, az középszar, úgyhogy valamit kezdjünk vele. Rebootolom a komputereket, meg turbo, felturbozzuk őket. Remélem nem kell kézzel kimennem valamelyiket lekapcsolni, mert sose érek oda. 50 fok, teljesen jó. Diagnosztika rendben.
Szuper, na nézzük, hol jár a rover. Odaért. Hát jó. Ez gyors volt. Ja, mert nem ment egy centit se. Mert nem állítottam be neki, hogy mennyit menjen. Nem ment egy centit se? Ez szomorú. Jó, hát majd megpróbáljuk belőni akkor azt a taligát, de... Aj, nem mindegy. Na, hogy állunk a letöltése? 6,43, remek. Na nézzük még meg azt a ketyerét, ami ott lebeg a levegőben, hát ha még elcsípjük. Semmi hangot nem hallok egyébként, hogy most mit kaptunk el. Ti se? Ó, ott van még, jó. Na, ez mi? Aha. Ez valami lemez. Valami lemeznek tűnik, innen nézve. Oké, köszi, hello. Ezeknek van bármi értelme is egyébként. Na és veszünk egy pillantást roverünkre. Aha. Innen nézve sokkal nagyobbnak tűnik az az oszlop. Mint amekkora. Lehet, hogy csak érzéki csalódás. Távcső torzít. Ja, nem kapcsoltuk be. Na, így most már halljuk. Ez nem, hogyha számítógépek beszélgetnének. Vagy űrmadarak csiseregnének. Na, megvan a jel, most dekódoljuk. És azt olvastam, hogy írtátok, hogy az a WoW, az ugye, azt tényleg befogták. Én bevallom őszintén, hogy ez nekem így nem volt meg. Hogy az egy valós, befogott jel. De van modul, ho-ho, ho-ho. Jó, most ezt elküldjük. Most felkiáltójel nélkül. Én trókodom itt tele az étert ilyen jelekkel. Tök jó. Jó, semmi. Semmi nem történik. Jó, addig hallgatjuk még egy picit az űrmadarak csicsergését, amíg upgrade-elem tovább a rovert, és most már... 0,45 méter per szekundummal fog repeszteni. És akkor megnézzük, hogy milyen modulokat szereztünk. Adat. Mi ez? Rotors. Gyorsabban forognak. Aha. De mik? Viszont kevesebb kreditet fogok ezáltal szerezni, és kicsivel több energiát fogyasztani. Roverrel nincs valami upgrade? Nincs. Jó, ezt szerintem még installálhatjuk. Nézzük, hol tart. Az a baj, hogy a körülnézés is ezzel annyira körülményes. Jó, de szerintem egyébként jó nyomon járunk. Tehát attól függ, ha 8 darab van, akkor nagyjából erre felé lesz a következő, tehát hogy nem kell akkora ívben kanyarodni.
Tehát kisebb szögben elég, mert ugye akkor úgy nagyjából a fél úton vannak. Igazából egy szögmérő kéne az egészhez, meg körzővonalzó. De ja, értitek, mire gondolok? Tehát, hogy ezt így ki lehetne számítani. Jó, addig keressünk újabb jelet. Jó, az aksi 100%-on. Keresünk egy újabb jelet. És már elvileg gyorsabban fogunk ráfordulni is a jelekre. Úgyis lassan esteledik. Este még nem találtunk úgyse egyetlen obeliszket. Hát most az éjszakába fogunk túrni lehet. Hát jó lenne megint találni egyet-kettőt. Főleg azért, mert akkor tényleg beigazolódna az elmélet, hogy hányan vannak, attól függően, hogy melyiket találjuk meg. Vagy, hát nem tudom, az lenne jó igazándiból, hogyha valami indikátora lenne még, hogy hol a következő, és akkor be tudnánk pozícionálni. De mondom, szerintem még ez a leghatékonyabb, hogy a kis kocsikát használjuk arra, hogy így bepozícionáljuk magunkat. Most komolyan eldobtam a jelet. Eldobtam. Jó, rossz gomb. Lehet, hogy ez lett volna a jel. Lehet, hogy megmondta volna, hogy merre van a következő oszlop. Viszont gyűjtöttünk modult. Az jó. Tényleg arra is van egyébként fejlesztés, hogy nagyobb eséllyel találunk modulokat. Tehát arra is érdemes lehet még pakolni. Jó, disconnect. Erre kell rányomni. És akkor ezt bekapcsoljuk. Nagyon zabáljuk itt az áramot, azért azt kapcsoljuk már le. 30 és 100, jó. Jó ez nekünk. Aj, de szép tiszta az ég. Jó, már pörögnek a tányérok. Na, tanulmányozzuk itt egy picikét. Minimum 18,7, max 55,56, coordinate detection 20, antenna detection 0,5, range calculation. Ja, lehet, hogy ez a képlet, amivel ki lehet számolni. Ha esetleg valaki így pontosabban akarna bármit csinálni ezekkel. Ja, és akkor itt a térkép, és valahol itt helyezkednek el ezek a vackok. Tehát lehet, hogy sokkal szélesebben, mint azt mi gondoltuk. Jó, menjünk el addig a fürdőbe. Egy jó fürdő így kora este. Hullámzik a kádban a víz. És ki engedte ki a vizet amúgy? Ez az örök medence. Nem párolog el a víz, nem engedi le senki. Jobban belegondolva, tök dzsúvás lehet már. Na jól van. Jaj. Mit csinálok én itt? Na, futás vissza! Ó, már majdnem jó. Na, nézzük ezt. Jó, valószínűleg, tehát, hogy a szélesség az jó lesz.
viszont a magasság még nem az igazi. Jó, a szélesség az már rendben van. Most már csak a magasságon kell állítani hongyányit. Hol a maximum? 40-nél. Jó, akkor valószínűleg itt most már visszafele kell menni. Jó, ezt most már bekapcsolhatjuk szerintem. Pozícióba állt? Pozícióba állt, jó. Mi a minimum? 19. Jó, akkor itt még tekerhetünk lefele. Oké, már ott van. Kész! Na mit fogtunk? Ismeretlen eredetű jel. Még csak 300, úgyhogy nem túl sok. Ó, és nézzétek, látszódnak a hegycsúcsok. Roverünk merre? Megy. De már mindjárt a program végénél tart. Hol van a kis kocsika? Nem látom a kocsinkat. Így próbáljak meg becélozni egy autót, mondjuk vaksötétbe. Nincs ezen valami infra. Hát majd ráfordulunk, ha egyszer meglátom, de egyébként ez a kamera torzít, mert nyomorult halszem optikája van. Hát ez van, ha GoPro-t raksz egy roverre. Jó, mindjárt ott vagyunk. Jó, menjünk még egy százast előre. Szerintem annál messzebb már nem kéne legyen. Na mi a helyzet? Oké, újabb adat. És egy kis pénz. Rendben, ezzel akkor nem sokat kezdhetünk. Jó, keressünk még jelet. Putyogtatnak a világűrből. Már meg is van. Megint valószínűleg az lesz, hogy az epizód vége felé lehet találok valamit a roverrel. De most kázi olyan, mintha tűt keresnénk a szénakazalban. Az is hatalmas nagy mázli volt, hogy egyáltalán az elsőt megtaláltuk egyébként. Na nézzük, hol lesz. 280 körül. Jó, akkor már megyünk arra fele. Az teljesen jó. És 55. Jó, ezt kikapcsoljuk. Ez nincs bekapcsolva. Rendicsek. Akkor az antennák elindultak. Pedig addig analizáljuk a jelet, amit befogtunk ez idáig, hát ha van még benne egy-két modul. Ebben nincs. Következő. Abba sincs. Következő. Abba sincs. Hát elég gyászos. 50 fok. Azt egy kicsit lehűtjük. Na, hol tart a rover? 55 méternél. Jó, még egy 45 métert azt halad, aztán vagy találunk valamit, vagy nem, vagy elindulunk, akkor egy kicsit beljebb. Közben megnézem, hogy a kerítéstől mennyit távolodtunk ez alatt.
egész szépen eltávolodtunk már tőle, azt nézem, mert ugye itt voltunk egészen közel a kerítéshez. Úgy már csak nem látszik a sötétben a kerítés. És hol van a másik oszlop? Mert ahhoz képest tudunk még kalibrálni. Aha. Jó, hát már eléggé eltávolodtunk tőle, ami azt illeti. Jó, akkor a rovert próbáljuk meg megpillantani. Jó, már nagyon eltávolodtunk tőle, úgyhogy ez biztosan nem jó irány. Akkor próbáljuk meg azt a kis kocsit megtalálni így a sötétben. Valahol itt kell legyen. Talán az ott... Ja. Az lesz ott. Jó, akkor stop. És akkor most jobbra fordulást kérnék szépen. Gyorsabban fordul jobbra, mint ahogy a kamera menne. Ez jó. Állj! Mondom, állj! Na, hozzuk egyenesbe. Jó, nagyjából egyenesben van. Jó, egy kicsit balra, ha jól látom. Oké, okay, stop. És akkor most menj el 300-at előre. Aztán meglátjuk. Hát, ha beletrafálunk még. Na, helyzet. Helyzet. Jó, akkor kezdjük el putyogtatni. Közben itt nekünk pénzt kell keresni. Hopp! A szélesség már alakul. Jó. Ott visszaveszünk. Jó, a szélesség rendben lesz. Most akkor a magasságot nézzük. 62, mennyi volt a max? 56. Jó, az nem lesz jó nekünk. Na jó, 53, akkor 19-ig vissza lehet menni. De miért? Vár... Ó! Hát itt még bőven mehetek le. Ó, 37-ig vissza. Rossz számot néztem. A maximumot néztem. Akkor túl is lőttem a célon. Jó, mondjuk romlik a hatásfok. Szóval csak óvatosan. 35, 36, 37, ó, megvan. Jó, ez meg lesz. Hüha! Ez a Marsról jön. Egy ismétlődő rádiójel. Mi a... Az igen. Ez elég kemény hard techno a Marsról. És nem fogom hallani, ígyunk egy kávét, nem fogom hallani, hogyha talál valamit a rover, annyira szól ez a vacak. Miféle rádiójel lehet ez? Na mindegy, erre vissza kell válaszolni, mert bár szerintem ennek lesz valami értelme, tehát ezt tudja majd dekódolni a rendszer, nem csak random zaj lesz. Hard technót fogtunk a Marsról, jól van. Na, addig monitorozzuk azt a rovert, hogy merre tart éppen. Igen, ott a kicsi kocsi. Nagyjából jól be is lőttük.
sugárzás az Nuku, jelenleg 75 méternél tart az első etapból. Tényleg, és hogyha odajön a kocsihoz, akkor átmegy rajta, vagy feldönti? Jó, odaérünk a kocsihoz, az a biztos. És hogyha nem jön be, akkor majd onnan újra tervezzük ezt az egész oszlopos témát. Jó, kikapcsolom ezt, mert... kösz. Kicsit sok volt a marsi technóból. Na, addig egy pillanatra itt fölállok és körbenézek. Nem-e figyel egy mars lakó az ablakból? Nem, itt minden nyugodt. Itt is. Nem, egyébként azt nézem, hogy nem-e csapódott be megint egy aszteroida, mert oda még lenne értelme egyébként elvinni a rovert, mert az is szép pénz. Tehát 150 kredit per aszteroida. Jó, mondjuk oda kell érjen a rover, és az alatt azt a 150-et szerintem kétszer kitermelem, amíg az oda küszködi magát. Meg itt ez sok szerver, meg minden. De nem baj. Itt van a kis házi földön kívülünk. Szobadísz földön kívüli. Na, hol tart? 89%, ez mindjárt meg lesz. Viszont már csak alig 6 megával töltünk lefele. Ja, hát romlik a hatásfok sajnos. Jó, mindjárt megvan. Mindjárt megvan. Ez az. Hú, ez azért szép kövérjel volt. 100 plusz pénzt kaptunk. Na, ezt akkor dekódoljuk gyorsan, hogy mit üzen az űr nekünk a Marsi Hard Techno klubból. Marsi bázis. A legénység ideges. Valamit tennünk kell. És kaptunk egy modult is. Na nézzük, milyen modult kaptunk. Ugye, ahogy gyűjtjük ezeket a modulokat, úgy azért egyre romlik majd a kreditszerzési rátánk. Koordináta 2, power 2, heat 2, solar panel 1. És ez a power, de ezt nem aktiváltam be, mert az igazándiból fölösleges, mert úgyse használom az aksit. Ó, mindjárt ott vagyunk. Na, egy picit még ráfordulunk lehet. Hol tartunk egyébként? 150 métert tettünk meg. Lehet egyébként az lesz, hogy oda megyek a másikhoz majd szépen innen a kicsi kocsitól. De sikerült tök jól belőni egyébként az irányt, azt nézem. A jó ég tudja, de tényleg azt kellene majd inkább, hogy megmérni a távolságot. Ja. Jó, hát ez egy tanuló pénz akkor, hogy ne hagyatkozzunk a szemmértékre. A tudomány, a tudományos út, az lesz a nyerő. Jó, hát még így nagyjából érjünk oda. Hát pedig én próbáltam belőni az irányt. Jó, mindjárt ott vagyunk, de semmi. Geiger mérő meg sem moccan. Nem, hát ez itt nem az igazi. Jó, itt mindjárt megállítom. Annyit fogok csak csinálni, hogy bepozícionálom, hogy induljunk el így középen. A két oszlop között. Jó, akkor egy kicsit jobbra. Gyerünk, fordulj.
Fordulj rá. Úgy van, hogy így pont a két oszlopot. A tornyot, ez az. A víztározó tornyot becélozzuk, az teljesen jó. Nézzük, hogy mennyire vagyunk a középtől. Jó, még egy picit talán. Azaz. És akkor előre mondjuk 300 métert, hajrá! Ez így jónak tűnik. Becéloztuk a víztározó oszlopot. Úgyis eredetileg oda indultunk. Halkan jegyzem meg. Na, viszont ezzel a sok zsével még megpróbálhatom gyorsítani esetleg. Hát, ha sikerül. 210 és 156 van. Ó. Ó. Oké, akkor mi az efficiency? Ebbe viszont 120-at, tehát egy kevesebb áramot fogyasztanak a rendszerek. Az is egy jó dolog ám. Na, viszont... Jó, a jel az megvan a marsi diszkóból, azt akkor elengedném. Fogyasztjuk itt a drága áramot fölöslegesen. Na, keressünk még egy jelet, hát addig gyorsan. Hát ha... Jó, egy élet még befogunk, és addig vagy odaél a rover, vagy nem, vagy talál valamit, vagy nem. Hú, ez közel is van. Jó, valószínűleg ez nem lesz egy nagy jel. Jó, elmentünk a szélső értékig, semmi. Akkor nézzünk most egy magasabb polaritást. Az antennák kifejezetten jól bírják, tehát most egy jó ideje nem ment már tönkre egyik se. Meg is van. Keresd a jelet. Megvan a jel, és 170 körül, és 31 az átlag. Jó, akkor egy picit vissza. Jó, mennyi? 158. És 24. Jó. Na, go! Na, lássuk a rover hol tart. Igazoljuk-e az elméletünket, de semmi. Még 70 métert tett csak meg, bár azt hozzátenném, hogy azért annyira baromi közel se kellene menni. Attól, mintha egy kicsit távolabb lennénk egyébként attól a korábbitól. Ahhoz meg közelebb. Jó, hát meglátjuk. Vaktyúk is talál szemet. Na, hol tartunk? Aj, de lassú, még így is. Pedig nem is volt messze a jel. Mégis mennyit kell állítani az antennán? Jó, lassan elkezdhetnének tölteni már a napelemek, mert nagyon merülünk. Na, még 10. És akkor már csak a magasságon kell állítani. Ez is hallgat. De miért hallgat? Na, lássuk.
lássuk. Oké, és akkor most elkezdünk szépen így pettingelni az antennákkal. Szép lassan simogatjuk és pásztázzuk az égboltot. Bízva abban, hogy befogjuk a jelet. Vajon ez a valóságban is így megy egyébként, hogy találnak valamit, és akkor így szépen így ráhangolják az antennát, ilyen finom kézi módszerekkel. ...176 a max. A másiknál pedig 38. Jó, valószínűleg akkor a másik irányba kell elmenni. Jó, akkor megyünk lefele gyorsan. 158 és 24. Gyerünk. Ó, ez viszont rendben van. Jó, a szélesség már jó. Ó, viszont ez már kevésbé. Na most a jó. Na mit fogtunk? Ismétlődő rádiójel. Hú, és egy szép kövér rádiójel. Ez jó lesz. Miféle rádiójel lett? Ó, és megint látjuk a hegyeket. Na nézzük, hol jár a roverünk. Most kvázi tényleg az az érzésem, hogy vaktába lövöldözünk egyébként. De ja, itt már nem nagyon lesz jel. 200 métert tettünk meg. Jó, szerintem akkor az lesz, hogy megpróbálok így közéjük menni. Ezt itt megállítjuk, és ráfordulunk arra, és akkor oda megyek. Jó, akkor balra. Kezdj el forogni. Állj irányba. És akkor becélozzuk azt az oszlopot. Jó, és akkor a matematika erejét segítségül hívva majd szépen elvégzek egy-két számítást. Azt lehet egyébként, hogy kamerán kívül fogom. Tehát a lényeg az, hogy a két oszlop között végigmegyek, megnézem, hogy mennyi az átmérő, vagy mekkora távolság van, mert ugye az kell legyen ugye az átmérő. Elmegyek a feléig, ott elfordulok 90 fokot, és aztán megyek egy fél átmérőnyit. Nagyjából ez a terv. És attól függ, hogy ha 6 oszlop van, akkor az nem lesz jó, mert akkor pont két oszlop közé... Várjunk csak! Nem, ha 4 oszlop van, akkor jó. Ha 6 oszlop van, akkor... Hát ha 6 oszlop van, akkor még talán belebotlok, ha 8, akkor lehet, hogy pont elmegyek kettő között. Na mindegy is, nézzük meg, hogy hogy állunk a jellel. Lejött már? Nem. Ú, de viszont rebootolni kell az antennákat. Ja, nem tudom itt stackelni a parancsokat. Mindjárt elszáll a gép. Na most, jó.
Jó, most már jól jön a jel. Erre miért nem figyelte? Épp megdicsértem az antennákat, hogy tök jól működnek, erre föl elszállnak. Na nézzük a rover, hogy áll. Na, szóval, hogy arra akartam kilukadni, hogy ha 6 oszlop van, akkor jó eséllyel közéjük fogok menni, ha elindulok így középről majd. Viszont ha 8, akkor viszont pont még belebotlok a középsőbe. Meg akkor is, ha 4. Jó, hát meglátjuk. Bár lehet, hogy erre kellett volna indulni, mert itt azért a panelek is elég szépen behatárolnak egy területet. Jó, hát ez is egy szép hosszú videó volt, ami nem szólt igazándiból semmi újról, de ez egy ilyen játék. Na, hol tart? 83%. Hogy meglódult, miután így letisztogattuk az adatbázist az antennáknak? Na, most már csak kérdés, hogy mit fogtunk. Ismétlődője rádiójel, de mi ismétlődik vajon benne? Csak el ne veszítsük a jelet az utolsó pillanatban. Az biztos, hogy rovert fejlesztünk. Ez tuti ziher. Ja, és szép lassan kap erőre is a letöltési sebesség, ahogy ugye javul a hatásfok. Na, 135 kredit majdnem. Na nézzük, mi lesz az adat. Ez egy szép nagy jel volt, úgyhogy ebben talán már van valami információ is. Ismeretlen. Sikerült elszöknöm. Küldöm a jelet. Jó, hát sikerült elszökni és küldi a jelet. Én viszont befejezem a jel sugárzását már. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Hát most, amilyen jól sikerült az elméletünket így beigazolni az elmúlt alkalmakkal, most nem annyira sikerült találni egyetlen oszlopot is, de nem adom fel, találkozunk legközelebb, addig is mindenkinek jó időtöltést kívánok. Sziasztok!